Huszti Péter vehette át idén Balasagyarmaton a Madács díjak egyikét a Nógrád megyei közgyűlés elnökétől. A Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díja színész, színigazgató és rendező méltatásában Andor hangsúlyozta, hogy a kitüntetett tett annyit a Madács hogy az magának a mesternek is elnyerné tetszését. Huszti Péter játszotta Ádám szerepét tévéfilmben, színpadon alakította Lucifer, de volt az úrhangja is. 1992-ben pedig már Madács Fesztivált rendezett. A másik friss díjazott a Kossuth és Liszt Ferenc díjas szorák Katalin népdalénekes, aki, idézve ismét a megyei közgyűlés elnökének szavait, az énekes érzékeny lelkével gyönyörű hangján, palóc hangzóival talán ugyanazokat a népdalokat énekli, amelyek végigkísérték madács életútját itt Nográdban a bölcsőtől a sírig. Skucinándor ünnepi beszédében felidézte a leghíresebb madács mű az ember tragédiája világhordító útjának állomásait, hangsúlyozva, hogy ez a kitekintés megerősít minket abban a tudatban, hogy megyénk, Nógrád megye is adhat egyetemes jelentőségű művet alkotó embert a magyarságnak és a nagyvilágnak. A január 20-án rendezett madács ünnepség műsorában közreműködött többek között az táncegyüttes és a dűvő Népzenekar.